A betegek, hozzátartozóik és a munkavállalók érdekében, védelmében tegyen eleget az egészségügyi kormányzat annak a kötelességének, hogy nyugtassa meg a közvéleményt, hogy az egészségügyi intézményekben a betegek biztonságos, szakmailag megfelelő betegség megállapítása, gyógyítása és ápolása folyik. Bár az egészségügyi ágazati munkavállalók rendkívüli reterheltséggel végzik munkájukat, mert egyre kevesebben vannak és egyre több terhet rónak rájuk, és szűkös és nem elégséges megélhetésükhöz több munka végzést is vállalniuk kell, rendíthetetlenül helytállnak. Az egészségügyi kormányzat feladata és kötelessége a társadalmi egészségbiztosítás által finanszírozott szolgáltatások folyamatos ellenőrzésének biztosítása és annak megszervezése. Felszólítjuk az egészségügyi kormányzatot, hogy haladéktalanul állítsa helyre a feladat és hatáskörében kiüresített és privatizált állami népegészségügyi és tisztiszolgálatot annak érdekében, hogy a korábbi magas színvonalú szakmai ellenőrzések ismét folyamatossá váljanak. Indokolatlan és megengedhetetlen a betegek és hozzátartozóik között keltett riadalom, amely nem egy helyen már pánikba torkollott, és mindez az ágazat munkavállalóin csapódik le. Az egészségügyi és szociális ágazati munkavállalók 60-80 ezer forintos nettó munkabérrel küszködnek, ennek ellenére helytállnak és teljesítenek. Elvárjuk az egészségügyi kormányzattól, hogy a közvélemény megnyugtatása, a szakma becsülete és a betegek érdeke szem előtt tartásával azonnal intézkedjen. Súlyosan mulaszt az egészségügyi kormányzat és a Nemzeti Erőforrás Miniszter akkor, amikor azt mondja, amit egy jogász mond, hogy az eljárás befejezését nem nyilatkozunk. Minden foglalkozásban vannak hibák, akár gondatlan, akár szándékos, de ezért nem marasztalunk el egy egész foglalkozási ágat. Pontosan tudjuk, hogy ezt azért gerjesztették részben, mert január 1-től az intézmények átadása, átvétele megtörténik, és semmilyen előkészületet nem tapasztaltunk. Egyoldalú ígéret volt, hogy újra tárgyalnak velünk. Az emberek tízezrei nem tudják, hogy január 1-től mi lesz velük. Ez visszautasítandó, és ezért az egészségügyi kormányzat felel, beleértve a minisztert is. Orbán Viktor miniszterelnöktől kérünk segítséget, hogy soron kívül jelölje ki a tárgyalópartnerünket, mert nem tudjuk, hogy január 1-től hogyan folytatódnak a fekvőgyógyintézményekben a szolgáltatások, és nem látjuk még a kormányhivataloknál sem, hogy a szociális szolgáltatásokkal mit és hogyan kell megtennünk. Nincs felhatalmazásom arra, hogy az Uzsoki utcai kórház munkatársai nevében beszéljek. Én végtelenül sajnálom, hogy az intézmény vezető sem áll ki az ott dolgozók mellett. Tehát a magyar egészségügy bénultságban van, szakmai szabályokról beszélnek, természetesen szakmai szabályok léteznek, és erre mondtam azt, hogy vagy gondatlan, vagy szándékos cselekmény az, amelyik a háttérben vagy van, vagy nincs, de ez elfogadhatatlan, hogy a teljes elektronikus és írott médiában senki nem áll ki a tisztességes szolgáltatások mellett. Egyszerűbb botrányt kavarni, mint odaállni a dolgozók elé és azt mondani, hogy nincs több pénz. Tehát ha egy ágazati államtitkár a központi költségvetésért felelős helyettes államtitkár nyilatkozatát, aki azt mondta az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsülésén, hogy megértést és szolidaritást várnak az ágazatok munkavállalóitól a közvilágban, mert jövőre nincs egyetlen egy fillér sem bérfejlesztésre, ami egyértelműen reál keresett csökkenést jelent a munkavállalóknak, akkor az egészségügyi államtitkár ne jelentse ki néhány nappal később egy fórumon, hogy jövőre 40 milliárdos bérfejlesztés lesz az ágazatban, amely két részből fog állni, az Európai Uniós 15 milliárdos fejlesztési pénzekből, illetve a 15 milliárdos hamburger vagy chipszabóból.
utána visszakoszt kellene csinálni, ehelyett nem visszakoszt csinálunk, hanem hozunk egy botrányt, és ebben a botrányban lebegtetünk bűncselekmény elkövetést, és nem egyet, hanem sorozatos bűncselekmény elkövetést, ezt vissza kell utasítani az egészségügyi államtitkárságnak, ugye a magyar egészségügyben nem sorozatgyilkosok dolgoznak. Nem azt mondja az egészségügyi államtitkárság, hogy a szakma helytáll, és sajnálatos módon előfordulhatnak olyan események, ahol a jog eszközét igénybe kell venni. Hallott valaki olyat, hogy az ágazati államtitkár elrendelt volna egy rendkívüli, nem az Ozsókiban, az országban egy rendkívüli ellenőrzést, és beszélt arról, hogy hogyan kell az egészségügyben az ellenőrzést megszervezni, és arról beszél, hogy a beteg utakat hogy kell megszervezni. Nekünk nem kell, köszönjük szépen az irányított betegellátást, mert arról az állami számbevőszék is már megírta a véleményét. Mi azt szeretnénk, hogyha a szakma szabályai szerint gyógyíthatnának nyugalomban és tisztességes bérért az egészségügyi és a szociális ágazati munkavállalók.